Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök minden kedves tagot és érdeklődőt első online klubnapunkon. Én Dudikné Rácz Andrea vagyok, a VGK 20 és 23. kerületi közösségi civil szervezője, és első témánk az okos otthon automatizálás, melynek kapcsán bemutatnám 20. kerületi tagunkat, Pásztor Tibort, aki szoftverfejlesztő, és beszél nekünk a témáról bővebben. Sziasztok, szeretetek, köszöntök mindenkit. Pásztor Tibinek hívnak, és hát a szoftverfejlesztést azt már évek óta sajnos így nagyon-nagyon távolról figyelem. Nem a szakmában dolgozom, de tervezek visszatérni. A mai napon ugye az okos otthon kapcsán fogunk beszélgetni, illetve az automatizáció kapcsán, hogy újabban hívjuk ezt a, a témakört, és megpróbálom szemléltetni, hogy ez gyakorlatilag miért is előnyös, mondjuk egy látás, egy mozgás, vagy bármilyen sérültséggel rendelkező ember számára, miben lehet ez előnyös, illetve milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy mondjuk a témakörbe, mélyebben belássuk magunkat. Kezdjük is azzal, hogy mi az az okos otthon. Na most az okos otthon az nem arról szól, hogy veszünk egy vagy több háztartási készüléket, ami, ami gyakorlatilag fel van okosítva, tehát azt jelenti, hogy rendelkezik wifi kapcsolattal és telefonról vezérelhető. Nem, az okos otthon nem ez, hanem az okos otthon olyan összefoglaló fogalom, ami, ami, gyakorlatilag több eszköz, tehát gyakorlatilag az otthonunkat kiszolgáló több okos eszköz, ami, amihez gyakorlatilag nekünk hozzá sem kell nyúlni. Hiszen az okos eszközök gyakorlatilag kiszolgálnak minket anélkül, hogy bármit is kezdenénk velük. Tehát van mondjuk egy automatizáció, automatizációnak hívjuk egyébként azt, amikor mondjuk megadjuk a redőnynek, hogy minden reggel 6, 6 órakor húzzuk fel a redőnyt. És akkor ez megtörténik automatikusan, tehát a kis motorok a, a redőnyt felhúzzák, de ne menjünk ennyire előre. Tehát mindent automatizálunk, például Szeretnénk, hogy a, a, mire hazaérünk, addigra fűtse fel a termosztát 22 fokra a lakást, viszont nem szeretnénk egyébként ezért elővenni útközben a telefonunkat, hanem a lokalizáció alapján ezt megcsinálja, tehát gyakorlatilag a GPS adatokat küldi az okos otthon vezérlőnek a telefonunk. És ezért is mondtam, hogy az okos otthon az gyakorlatilag egy összefoglaló szó, hiszen kell nekünk egy központi egység, egy vezérlő egység. De ne szaladjunk ennyire előre, jó? Kezdjük ott, hogy a, a, az okos otthon előnyei, illetve az okos eszközök előnyei. Most még ne is menjünk rá az okos otthon, hanem csak az okos eszközökre. Miért is jó látássérültként az okos eszköz, miért is előnyös számunkra? hogyha egy eszköz rendelkezik wifi kapcsolattal, tehát alkalmazással vezérelhető. Ez tényleg nagyon egyszerű, egyre inkább tendálunk abba az irányba, hogy bonyolultabbak az eszközöknek a menürendszerei, egyre inkább érintő képernyővel kezelhetőek a, a különböző eszközök, és ahhoz, hogy mi teljesen jól, vagy legalább részben tudjuk ezeket kezelni, ahhoz nagyon sok olyan ö, feladatot kell elvégeznünk, vagy olyan, sok, vagy olyan ö, bonyolult menürendszert kellene elsajátítanunk, hogy ö, ezt, ezt egyszerűbb egyébként egy alkalmazással. Lévén ugye azt a menürendszert, ami adott esetben a, az eszközön van, nem olvassa fel nekünk semmi. És most már egyre inkább bonyolult, bonyolultnak ö, a készülékek menürendszerei, egyre több funkció kerül bele ezekbe, és jó, hogyha ha, ha, ezeket mondjuk egy képernyőolvasó segítségével, ami ugye ott lakozik, ott lakozik, mindenkinek a telefonján, vagy számítógépén tudjuk vezérelni. No, hát ebből a szempontból természetesen ez egy óriási előny. Vannak hátrányai, jó, ezeken legyünk, legyünk túl gyorsan. Ez egy nagyon-nagyon uh, gyorsan fejlődő iparág, fogalmazunk így, jó? Tehát ez egy nagyon gyorsan fejlődő iparág, amihez egyenlőre bármennyire is szeretnénk, nem tudunk egy olyan standardet felállítani, hogy most ez legyen akadálymentes. Persze egyébként rákészeríthetjük a gyártókat, hogy kész, készítsenek olyan alkalmazásokat, olyan interfészeket, olyan kezelő szerveket a különböző háztatási eszközökre, amik akadálymentesek. Na igen, nem csak, hogy ez egy körülbelül egy ilyen 10-15 éve egy inkább begyűrűző Tendencia, hogy akkor mindent okosítunk, és próbálja felfedezni az ipar magának ezt a, ezt a területet. Egyenlőre nem, nem tudunk egyébként egy olyan szabványt, egy, egy, tehát erre a folyamatosan fejlődő iparákra ráhúzni, ami gyakorlatilag ugyanazt az interfészt tárja elénk, ugyanazokkal a feltételekkel. A gyártók jelenleg kísérleteznek mindenfélével. Lásd, ugye a, a ces idén bemutatott például okos sütő, ami, aminek van live streaming funkciója. Ez gyakorlatilag senkinek nem kell, valószínűleg a kutyát nem érdekli, de ettől függetlenül a gyártók kísérleteznek vele, hiszen most abban a fázisban vannak, amikor felmérik nagyjából, hogy mire van szüksége az embereknek. Ez, ezek a plusz funkciók, amik nagyjából így mondjuk úgy, hogy hülyeségnek tűnnek, mert vagy be azok is, ezek 5-10 éven belül kikopnak, na akkor majd lehet egyébként ö, abban gondolkodni, hogy milyen szabvány az, ami, vagy, vagy mi az a szabályozás, ami, ami alapján ezeket az okos eszközöket is ö, be lehet szabályozni, hogy tényleg mindenkinek jó legyen. De addig gyakorlatilag csak az az Excel, az a táblázat fogja majd beszabályozni, ami, ami igazából az igényt mutatja meg, hogy gyakorlatilag a nagy közönségnek, és itt nem a látássérültek, mozgássérültekről beszélek, öm, hanem úgy nagy átlagban mindenki, az a táblázat fogja meghatározni az okos, az okos eszközök irányát, amire az a táblázat, ami alapján mondjuk a gyártók ö, dolgoznak, hogy mennyire lesz sikeres, mire van igény egyáltalán. És természetesen azok a funkciók fognak megmaradni, amire igény van. Na most nagyon kis része ennek az akadálymentesítés sajnos, remélhetőleg ez a jövőben változni fog. De szép számmal akarnak okos termékek, amelyek már nagyon jól kezelhetők számunkra is, és ezekről fogunk uh, beszélni. Most, hogyha konkrét okos otthont uh, építenénk, akkor azt mondanám, hogy vegyünk egy okos otthon vezérlőt, ami lehet egy homi, uh, vagy akár egy uh, kis uh, mini PC, home rendszerre, de ennyire nem menjünk előre. Jó? Tehát uh, az átlag ember kezdi az okos hangszórókkal a vásárlást. Ugye az okos hangszórók azért nagyon, nagyon jók, mert hogy lehet velük Beszélgetni gyakorlatilag. Tehát hogy ez a. Uh, én kiszólok neki a konyhából, hogy most nem mondom ki a nevét, mert a másik szobában van, szóval így így, így véletlenül még magára ismerne, és akkor így elindít egy időzítőt. Ez egy csodálatos dolog, mert uh, miközben főzök, csuvás a kezem értelemszerűen, nem kell megtörölnem, nem kell abbahagynom hagynom a főzést, hanem hanem mindenféle feladatot végrehajt egy okos hangszóró. Nekünk egyébként egy Google Nest mini 2, van, ez gyakorlatilag, ahogy a nevéből is hallatszik, a Google-nek a terméke, de van egyébként homepod, ami az Apple-nek a, a terméke tulajdonképpen, és ezek nagyjából így arra szolgálnak, hogy hanggal tudjuk őket vezérelni, és a későbbiekben természetesen a hangvezérlés szerves részét képezheti majd általuk az okos otthonunknak hiszen megmondhatjuk neki, hogy légy szíves, a lámpát Siri vagy ö, Google. Ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dolog, ö, illetve még sok más dologra megkérhetjük. Vannak rajta játékok, ö, lehet vele quiz játszani, ez tényleg tök jó. Megkérhetjük, hogy indíts vele a kedvenc rádióállomásunkat, és játszon nekünk zenét. Nagyon sokszor egyébként a konyhába például, vagy hát az étkezünkbe erről megy a, a rádió, hogy valamilyen playlist a háttérbe étkezés közbe. Szóval ilyen szempontból egy nagyon sokrétű eszköz. Ráadásul egyébként, ha vanunk gyerkőcök a lakásba, akkor nagyon jó, mert egyébként tudják tanulni az angolt, ami egyébként tök fontos. Um, ezeknél nincs lehetőség ugye magyar nyelvre. No, ezek szerintem egyébként a legalapabb eszközök, amivel körülbelül mindenki kezdi az okos otthont, vagy legalábbis ez az a kapudrog, amivel tulajdonképpen mindenki szerintem így belép az okos hangszórokkal, és akkor utána következnek a háztartási eszközök, mint a mosógép vagy a mosogatógép. És itt érkeztünk el, milyen képességekre van szükség egy ö, látássérült esetében, hogy ezeket az eszközöket hiánytalanul, vagy legalábbis nagy részben ki tudja használni. Sajnos ö, én azt tapasztaltam, hogy a gyártók ö, bár törekednek az agadálymentesítésre, és ö, szerencsére a visszajelzések alapján módosítanak is a, a felhasználói felületen, tehát egyre jobbak ezek a, a az alkalmazások, amivel az okos háztartási eszközöket lehet vezérelni. De tegyük hozzá, hogy a solver nem minden esetben tudja mondjuk befókuszálni az adott elemet, vagy fókuszban tartani. Tehát lehet, hogy a sima söprögetés a képernyőn nem fog bennünket előrevinni, nem uh, fog a következő elemre ugrani, hanem mondjuk egy teljesen más, random uh, menüpontra fog uh, ugrani. Például a Bosnak a Hunkenek alkalmazásában ez korábban egy uh, probléma volt, most már ezt, orv, uh, ezt, ezt valamennyire orvosolták, de még ritkán mindig jelentkezik. Úgyhogy majd megint fogok egy, egy visszajelzést küldeni, de ez nagyon szépen uh, kiküszöbölhető azzal, hogy például Simítjuk a képernyőt, és öm, nagyjából megjegyezzük egyébként, hogy hol az adott menüpont. Öm, tehát mindenféleképpen egy, öm, nem azt mondom, hogy kezdő. Szerintem egyébként ezek a simítások már mennek amúgy kezdő szinten is, de legyünk egy picit a, a nagyon alapfelhasználótól magasabb, magasabb szinten, inkább, inkább azt mondanám, hogy aki már tényleg haladó felhasználó szinten öm, kezeli a számít, a, bocsánat, a mobil készülékét, szerintem nekik egyetlen egy alkalmazás sem fog gondot okozni. Akik még egy picit bátortalanok, számukra egyébként az lehet probléma. idehoznám idehoz egyébként a Samsungnak a SmartThings alkalmazását, amivel mi a mosógépünket vezéreljük. Ott például a programot bár kiválasztjuk, és ez egyébként vizuálisan meg is jelenik, tehát, hogy ténylegesen kiválasztottuk a programot, viszont a VoiceOver, illetve Androidon sajnos nem volt lehetőségem ezt tesztelni, nem mondja a képernyőalvasó, hogy ez ki van választva, pedig ki van választva, és az OK gomb is megnyomható. Nos, ez, ezek egyenlőre hibák, megmondom őszintén, hogy erről még nem küldtem visszajelzést, és nagyon fontos felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy a gyártókat nyugodtan zaklassa. Tehát, hogy a visszajelzés menüpont, akár App Store-on keresztül, akár a programnak az erre vonatkozó menüpontjában, tehát a visszajelzés menüpontban, nyugodtan lehet egyébként a gyártóknak visszajelzést küldeni. A Samsung esetében például magyarul is, Homecoming esetében is lehet magyarul visszajelzést küldeni. Azért fogom ezt a két terméket, vagy két gyártót most uh, kiemelni, a Samsungot, illetve a Bost, hiszen mind a kettőnek van hazai uh, ügyfélszolgálata, tehát nyugodtan lehet nekik egyébként magyarul is. Uh jelezni, hogy akár felhívni a Samsung ügyfélszolgálatát, és akkor segítenek. Elmondtuk nagyjából, hogy milyen uh, készségekre van szükséges, hogy, uh, hogy mik azok a, a, problémák, amikkel szembesülhet egy felhasználó. Most mondjuk egyébként az előnyeit. Ezek voltak a negatívumok, jó? Aki szereti a háztartási eszközeit, vagy gyakorlatilag az eszközeit teljes mértékben kihasználni számukra, szerintem elengedhetetlen egy uh, uh, okos készülék. Persze ki lehet egyébként enélkül is. De ugye azzal kezdtem a kis mondandóm, hogy az eszközöknek a menürendszere egyre inkább bonyolódik. Hogy most ez jó vagy rossz, mindenki döntse el maga, de hogy vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk ugye elérni. Egy mosogatógép vagy mosógép esetén az időzítés funkció. Ezt például lehet, hogy nem tudjuk magabiztosan, vagy nem mindenki tudja maga biztosan látássérültként elvégezni. És ebben segít nekünk az alkalmazás. Mi rendszeresen használjuk úgy, hogy uh, mondjuk mire hazaérünk, beidőzítjük a, a mosást, hogy hogy végezzem mondjuk délután ötre. És nincs más dolgunk, mint kipakolni. Csodálatos, minden teljesen jó. Uh, mosogatógép esetén pont így, mire hazaérek, legyen kész. Uh, ezzel egyébként időt spórolok meg magamnak, hiszen most mondhatnánk, hogy uh, egy-két óra, egy-két óra maximum a program, tehát hogy vannak azért viszonylag rövid programok egyébként a mosogatógép, illetve a mosógép esetén is, tehát most miért raboljam magamtól feleslegesen az időt, ha egyébként be is időzíthetem. A programot is ugye ugyanígy tudom testre szabni, tehát hogy meghatározhatom, hogy hányszor öblítsek ki a mosogatás közben egyébként, hogy mosás közben egyébként a ruhát a, a gép. Persze megtehetem ezt egy gombbal is a, a mosógépe, mosógépen, ezzel semmi probléma nincsen, csak nem fogom tudni leellenőrizni, hogy az most valóban kettő. Hogyha én kettőre szeretném tenni, hogy, tehát kettőre szeretném állítani, akkor az valóban tényleg kettő -e. Az alkalmazásban testre szabhatom, hogy igen, öblíts kétszer, beállítottam kétszer öblít, a centrifuga az 1200, vagy 1100, vagy 800, vagy bármire is szeretnénk állítani, be tudjuk tényleg részletesen állítani egyébként ezeket a, a dolgokat, és nem kell attól tartanunk, hogy véletlenül rossz opciót választottunk ki. Nagyjából tényleg ezért jók ezek az okos, okos készülékek, hiszen mondhatjuk, hogy hát ha nem teljes, de nagy százalékban tudjuk ezeket kontrollálni, ezeknek a készülékeknek a, a lehetőségeit kihasználni. És mondjuk egy mosógép esetében mennyire jelent magasabb árkategóriát, illetve mondjuk egy magyar ember számára mennyire elérhető egy ilyen háztartási eszköz? 2023 éveiről beszélünk, azt azért hozzá kell tenni. A infláció az jelenleg nagyon-nagyon magas, úgyhogy egy ilyen 160 ezer plusz forint az, ahonnan ezek a, a, az okos termékek indulnak. Ugye, hogyha nagyon szörszál hasonlatóak akarunk lenni, akkor egy normálisabb mosógép már megkapható 120 ezer forintért nagyjából, ami semmi fancy dolgot nem tud, semmi olyan dolgot nem tud, hogy időzítés, akár gőzölés, stb. stb. Ez tény, és ezt még egyszer mondom, hogy az okos otthon, illetve az okos eszközök előnyeit, azt mindenki saját maga határozza meg. Illetve mindenkinek a pénztárcája is természetesen, hiszen hogyha valaki azt mondja, hogy ez nekem nem, ért, nem ér meg 40 ezer forint felárat, akkor valóban neki nem fog megérni 40 ezer forint felárat, illetve hogyha nincs rá igény, hogy a termék Tudja az időzítést, hogy tudja például a ruháknak a kőzölését, hogy ez mire jó, nem tudom, ne kérdezzétek, az az igazság, hogy én egy ilyen jó férfi vagyok, aki bedobja a ruhákat, kiválaszt egy programot és elindítja. Vagy éppen beidőzíti a mosógépet, de a mosógép tud egyébként kőzölni, öm, majd valaképpen biztos okosabb, de hogy vannak olyan plusz funkciók, öm, akár, amik, ami, amikre mondjuk nincs szükség nincs szükség a felhasználóknak, ö, és nincs, nincs, nincs adott esetben igénye rá. Szóval ö, senkire abszolút én nem akarom egyébként ezzel a kis monológgal rákényszeríteni, csupán a nyitott és érdeklődő felhasználóknak ö, szeretném egyébként ezeket a, a dolgokat átadni. Egyébként, hogyha ha így a mosógépen, meg a mosogatógépen így nagyjából túl vagyunk és tovább építkezünk a, a, az okos otthonunkba, ö, akkor még néhány dolgot így, így elmondanék zárásként, hogy a, az okos otthonokat nem csak ilyen apró, tehát háztartási gépek, ilyen nagyobb háztartási gépek jelentik, hanem lehet akár hőmérséklet, illetve páratartalom mérünk is, lehet akár gyakorlatilag pára elszívunk is okos, lehet akár mondjuk egy, nem tudom, redőny, tehát a, a redőnyt is lehet nagyon gyönyörűen okosítani. Ez például olyan embereknek jó, aki, akik mondjuk ö, tényleg rendelkeznek olyan mozgásszerű problémával, hogy, hogy mondjuk egy izmosabb rendőnyt lehet, hogy nem nem tudnak sajnos felhúzni. És ez a megoldás adott esetben, hogy akár a telefonjukról, akár valamilyen ö, külső beiktatott eszköz segítségével, de okosítva van vagy akár automatizálható, és mondjuk minden reggel 6 órakor felhúzza, és minden este 7 órakor lehúzza a redőnyt. De egyébként elmehetünk odáig is az otthon automatizációba, hogy a nap függően tesz, nap szögétől függően állítja be a redőnyt tehát az automatizáció az, 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 gyakorlatilag a végtelen, hiszen az otthon automatizáció, ne felejtsük el, a kényelmünket szolgálja. Tehát ott tartottam, hogy hőmérséklet, illetve páratartalom, szenzorok, páratartalom, mérők. Ezek is beköltözhetnek akár a, a, az otthonunkba. Illetve, ami még nagyon fontos, és szerintem ez akár a biztonságunkat is ö, meghatározhatja. Szénmonoxid érzékelő, szivárgás érzékelő, nekünk egyébként ebből van is. Most az az igazság, hogy nem készültem mindenkit elnézést, mert a következő epizódban egyébként a, mutatni fogok ilyesmit a kamerába. Nagyon pici eszközök, és tulajdonképpen el kell őket helyezni a fürdőszobába, már mint így a szivárgás érzékelőket, és amint szivárgást tapasztalnak, mondjuk a fürdőszobába, a konyhába, vagy bárhol, ahol elhelyeztük őket, tehát hogy érzékelik, hogy nedveselik alattuk a talaj, természetesen elkezdenek mondjuk így 85-90 decibelen ordibálni, ami hát adott esetben nem jó, de, de ezek az eszközök gyakorlatilag tudnak a telefonunkra értesítést küldeni. Tehát ha te éppen munkában vagy, és mondjuk elkezd valahol szivárogni egy cső, egy vízvezeték, akkor gyakorlatilag így. És, és ez, a, ez a kis eszköz érzékeli, hogy a padló netveselik, akkor automatikusan küld egy, egy értesítést, hogy haho, ez van, <laughs> és te tudsz intézkedni. Ugyanez a füstérzékelő esetén, ugyanez a, 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 a van, ami egyébként így a gázra érzékeny, tehát hogy, hogy tényleg mindenféle <laughs> dolog, dologra van megoldás, és ezek tényleg jók, mert ezek a mi biztonságunkat szolgálják. Másik előnye még az okos otthonnak, vagy igazából az okos eszközöknek, hogy energiatakarékos, tehát energiát tudunk vele megspórolni. Sajnos ez még nálunk csak terbe van, de az okos izzók, vagy az okos villanykapcsoló is akár bekerülhet, ebbe még annyira nem menjünk bele, de ugye, aki nagyon kevés fényt lát, és mindenkivel előfordult már, hogy egyedül él, vagy két olyan ember él egy háztartásban, aki nem lát annyira jól, és már fényt is mondjuk kevésbé érzékel, és mondjuk nehezen tudja eldönteni, hogy ez a lámpa most ég, vagy sem. Ekkor lehet egyébként jó megoldás az okos izzó, vagy az okos világítás, amikor is ránézünk a telefonra, és megláthatjuk, hogy most milyen állapotban van egyébként a, az izzó. Milyen állapotban van a, a, az adott helységnek a lámpája. Ez egy tényleg nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen hogyha világít, mert volt valaki nálunk, aki, aki, aki mondjuk lát, és szüksége volt a lámpára, de elfelejtette lekapcsolni maga után, akkor ezt mi meg tudjuk tenni, sőt, tudjuk ellenőrizni minden este, milyen státuszban vannak éppen ezek a lámpák. És ezeket le tudjuk kapcsolni. Ez egy tök jó dolog. Akit szerintem érdekel, bővebben a téma, az az Okos Otthon Labor podcastre rákeres, hogyha szabad egy ilyen kis ajánlót idebígyeztenem, ugyanis, ugyanis ők eszméletlen sok tananyagot, vagy hát podcastet készítettek már a témában. Nagyjából 90 epizódnál tartunk, tehát 90 órányi tudásanyag. Természetesen mindenki azt hallgassa meg, ami őt érdekli, tehát az épület automatizáció az nyugodtan kimaradhat, az, az nem releváns számunkra. Megjegyzem, volt látássérült vendég ugye Száraz Bálint, Száraz Bálint barátom, és ő mondott egy nagyon jó példát hogy miért lehet jó az okos sérült számára, és uh, engedtessék meg nekem, hogy az ő példájával éljek. És uh, talán ez egy tökéletes végszó. Aki tervezi a jövőben, hogy uh, gy uh, tehát hogy, hogy, a párjával hogy gyereket, gyereket vállalnak, és uh, adott esetben látássérültként uh, nem mindig tudjuk követni egyébként a gyerkőcöt. Ezt, ezt, ezt lássuk be, hiszen azért, amikor már elkezdenek járni, és egy picit aktívabbá kezdenek válni, akkor azért úgy tudnak érdekes dolgokat csinálni. <laughs> és Bálintnak azért volt lényeges ez a, a, az okos otthon témakör, hiszen ha egyedül marad a gyermekével, tehát a párja, aki lát, nincs otthon, akkor nem fogja észrevenni, ha a, gyere, a gyerekőc kisétál a teraszra. Lehetnek balesetek, ugye? Úgyhogy a gyerkőc felügyelet nélkül ne sétáljon ki a teraszra. Ezt ő úgy, oldott, úgy oldotta meg, hogy mozgásérzékelő, avagy nyitásérzékelő egyébként a terasz ajtón, és amikor nyílik a terasz ajtó, akkor ő kap egy értesítést a telefonra, és tudja, hogy a bezárt ajtó nyílik. Tehát oda tud menni, ezáltal mivel más nem lehetett, ezért valószínűleg a gyerkőc nyitotta ki. Tehát ilyen formál lehet egy tök jó dolog, megelőzés képen, és mielőtt valakit közben mondaná, magába, hogy, hogy, hogy hát de amikor a gyerkőccel van, akkor ne nézze a telefonját nem csak telefonra lehet ezt, lehet ezt az üzenetet kiküldeni, vagy ezt az értesítést, hanem természetesen az okos hangszóróra is be lehet kötni. Így tehát, hogyha ebből akár több van a lakásba, vagy kellő hangerőn szólal meg nekünk az okos hangszóró, hogy a teraszajtó nyílik, akkor természetesen bárhol a lakásba meghalljuk, így egy percre sem lesz gyakorlatilag a gyerkőc magára hagyva. Ez tökre hasznos egyébként. <laughs> igen, igen. Főleg, főleg szerintem nekünk. <laughs> igen, hát az nagyon mér. hátul is kell, hogy legyen szemed nagyon durva. igen. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltok. Találkozhattok velünk februári ö, klubnapunkon. Addig is, sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet én is. Sziasztok!